Kedves barátaim! Az eltelt 2021-es esztendő egy igazán embert, családot, társadalmat próbáló időszak volt. Ez a nehéz időszak az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom számára mérföldkő, hiszen most először próbálja magát megmérettetni politikai pártként. Úgy gondolom, hogy választókerületemben, Budafok-Tétényben is igen nagy jelentőséggel kell jelen lennie, hiszen ez Budapest egyik legelhanyagoltabb területe, ahol a társadalmi olló már teljesen szétnyílt, és hatalmas a különbség a gazdagság és a szegénység közt. A párt programja, amit itt képviselek, az itt élők számára az életet, a jövőt jelenti. Az elkövetkezendő időszakban azon leszek, hogy legjobb tudásommal és erőmmel képviseljem az itt élőket és ezt a területet. Ez a feladat, ami előttünk áll, nem csak az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom érdeke, hanem egész Budapest érdeke. De most vár ránk a karácsony, ahol Istennel, a béke és a szeretet jegyében, családjainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal együtt meríthetünk erőt a jövő év kihívásaihoz. Mindenkinek kívánok áldott karácsonyt, boldog, békés új esztendőt!